egyszerűen. Meggyőződéssel vallom, hogy ez egy nagyon nagy jelentőséggel bíró valami, hiszen ma Magyarországon azért elég sok mindent ugye belegondol, lát, tud, tapasztal, és bizony-bizony fogja mindenki a fejét. Hát ritka, de a borászat olyan, ahol valami elképesztő dolgok történnek. Ez nagyon fontos dolog. Én sokkal komolyabban hiszek benne, mert az, hogy én képviselhetem Szekszár történelmi borvidéket, ez egy hihetetlen erőt ad nekem. Ugyanis az ok-okozati összefüggések nagyon komolyan működnek. Ha egy borvidék 2000 év óta létezik és él, az egy hihetetlen erőt ad. Mert nem politikai hatalom döntése alapján születik meg, hanem sokkal nagyobb igazságok alapján. Én ebben komolyan hiszek. Abba is hiszek, hogy előbb-utóbb Szekszárd nagyon komolyan befut. Ebben én biztos vagyok. Ha Hamvas Bélát, akit általában az ismertek, a Bor filozófiai című művét az ember elkezdi lapozgatni, minden borvidékről ő leír egy-két gondolatot. Valahol egy oldalt, valahol fél oldalt. Hát Szekszárdra érdemes rálapozni, hogy mit is írnak róla. Ez ma is igaz. És ennél nagyobbat azt hiszem senki nem fog tudni mondani. Egy olyan végtelen nagy kedvesség van a boraiban, ami után, ha az ember megiszik egy pohárral, azt mondja, hogy édes Istenem, de gyönyörű ez az élet, és úgy innék még egy pohárkát. Hát ez egy fantasztikus erő. Ez ad nekünk erőt. És én komolyan hiszek, nem csupán önmagamban, hanem abban az erőben, ami onnan árad. Ez kéne átjárja minden a normális embert, mert az egész országunk ilyen különleges adottságokkal rendelkezik. Csak valamiért, a csuda tudja miért, úgy és olyan fajta érzések érintenek minket, mint ahol a legkisebb nemzeteknek a tagjait szokták megemlíteni. Hát mi nyugodtan emeljük fel a fejünket, és mondhassuk azt, hogy egy elképesztő ország állampolgárai vagyunk. Ebben komolyan hiszek, és minden lehetőségemet szeretném megfogni, megragadni, hogy ez bizonyítsa.